Van otthon önöknél gyerek? Egyáltalán van bárki, bármi, akiért vagy amiért hosszú távon felelősséget vállal? Ha bármelyik kérdésre igen a válasz, ön a mi emberünk. Szüksége van a jövőre. Legyen ön is mecénás. A jövő záloga a tudomány. A tudományos technológia viszont csupán eszköz, a kiteljesedett emberi lét része, a kultúra. Ezek nélkül nincs perspektívája az emberiségnek. A bármelyokból fellépő forrás hiány viszont nem lehet magyarázat arra, hogy felhagyjunk a kutatói kíváncsiság által vezérelt kutatásokkal, mert ezzel a jövőnket áldozzuk fel. Ezek evidenciák. Ennek ellenére mindig kevesen voltak, akik támogatták a kultúrát és a tudományt. Ez ma így van, de így volt Hermann Otto idejében is. A Természettudományi Társulat nem tudott támogatni néprajzi témájú kutatásokat és kiadványokat. Szili Kálmán tanácsára fordult Hermann Otto Semsey Andorhoz. Semsey Andor volt az a mecénás, aki olyan egyszerűségben élt, mint a legszegényebbek. Tegnapi félárú kifli, főzelék feltét nélkül, kopott kabát, elnyűjt csizma, így élt a gazdag mecénás. Minden fillért sajnált magára költeni, de ha a tudomány előmeneteléről volt szó, nem tétovázott. Ő tette lehetővé Hermann Otto szinte valamennyi művének megjelenését, a magyar halászatkönyvét, a norvég útleírásokat, támogatta többek között az ősfoglalkozások néprajzi begyűjtését, a millenáris és a párizsi világkiállítás anyagának összeállítását is. 34 levél maradt ránk, melyeket Semsey írt Hermann Ottónak. Ezekben mind a polihisztor iránti mély nagyra becsülését és tiszteletét fejezi ki. Legyen ön is mecénás. Ahogy ez Semsey leveleiből is kiderül, ez egy örömteli dolog. Ráadásként megkaphatja a jövőt.